Sziasztok! Litkey Farkas vagyok. Üdvözlök mindenkit a Balatonon! Az 54. kékszalagot fogják rendezni az idén, július 14-én. A rajtvonal Balatonfüred és Zamárdi között fog elterülni ezen a több mint 5 km hosszú szakaszon. Balatonfüred az egyik legszebb város a Balaton körül. A reformkori belvárost érdemes meglátogatni, nagyon szép hely. Körülbelül 10 órától megérkeznek a hajók ide Kenesére. Kenese az egyik legjobb nézőpont. A következő fordulópont a kékszalagon a Siófok. Siófok az a hely, ahol a legjobban lehet bulizni. Hatalmas óriáskerék van, van egy gyönyörű víztározó. Keszthely az egész balatoni kultúréletnek a kályhája. A festeticsek hozták létre az első hajót, a Főnixet a Balatonon, az első vitorlást. És hát maga a kastély a mai napig egy gyönyörű múzeum, nagyon szép kerttel. Nagyon közel van Hévíz Keszthelyhez, ahol az ember felüdülhet és gyógyulhat, hogyha szeretne. És a kicsi és a nagy Balaton között találjuk a Tihanyi félszigetet az apátsággal. Fantasztikus élmény meglátogatni ezt a csodás templomot, onnan megnézni a tájat, aztán esetleg elsétálni a belső tóhoz, mindenkinek csak ajánlani tudom. Ha eljöttök szurkolni a kékszalagra, fedezzétek fel a Balaton látványosságait. Sziasztok!